Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Juhász Lajos, A Piros Vonal Első fejezet Baptiszt határozottan hallotta a kinyíró ablaktábla csapódását a szomszéd szobából. Egy tompa, különös kis csattanás volt az egész, de éppen elegendő arra, hogy éjféli fél egykor gondolkozásba ejtse az embert. Baptistnak, aki már a tizedik esztendeje szolgált a Redfield bankárházát, az éjszaka nyugtalan álmai voltak. Nem tudott elaludni és félig lehúnyt szemekkel forgolódott az ágyán. Ha elszunnyadt, rögtön felmerültek a riasztó, furcsa képek agyának titokzatos vetítővásznán és felriadt. Baptiszt lelki ismerete tiszta volt és így ezeket a nyugtalanító képeket kétségkívül a bőséges vacsorának köszönhette. De ez a tompa csattanás mégis más volt. Ez nem tartozott az álmokhoz. Minden idegszála megborzongott és dermedten figyelni kezdett. Valaki jár a szomszéd szobában. Újabb dzselt várt. Semmi. Máskor nem kell falnod annyit, mondott a gondolatban dühösen önmagának. Akkor nem fogsz félni a kísértetektől. Akik különben is kissé nehezen juthatnának be ide. A villa előtt fél óránként elsétál a gumibotos rendőr, a kerítés magas vasrácsán még egy légtornász is nehezen tudna felkapaszkodni. Ezen kívül kívülről felnyitni a redőnyen lezárt ablakokat teljesen lehetetlen. Az éjjeli szekrényen álló órára nézett. Fél egy volt. Hülye, becézte önmagát megkönnyebbülve és lehunyt a szemét. Ebben a percben minden kétséget kizárólag tisztán és észrevehetően megcsikordult a parkett. Kemény és hideg recsenés volt ez, alattomos és számító, amely kérlelhetetlenül jelentette, hogy idegen van a szobában. Idegen, aki éjszaka bejelentés nélkül jött és így nem dományokat akar gyűjteni. Baptiszt homlokán kiütött a verejték. Mint a legtöbb jól fizetett, tehát hűséges urasági inas ő is sokszor álmodozott életveszélyes helyzetekről, amelyekre a filmeken már sokszor látott példát. A gyilkos felemelt késsel, vagy lövésre kész revolverrel közeledik a ház ura felé, amikor a hűséges inas hirtelen előugrik és egyetlen szempillantás alatt lefegyverzi a merénylőt. Így az álmokban és a filmeken. Ám a valóság, az éjszaka riasztó csendjében halk, de világosan kivehető lépések minden bátor szándéknak elejét vették. Ki tudja, mi rejtőzik a sötétben? Baptiszt most jött rá, hogy soha nem volt bátor és akaraterős egyéniség. Hirtelen nagyon messze szeretett volna lenni innen. Szíve a torkában vert és két szeme kétségbe esetten kimeredve figyelt az ajtó felé. Először csak halk nyikordulás hallatszott. Baptist, aki ismerte a villa összes ajtajának a hangját, erre a muzsikára is ráeszmélt. De most már nem volt szükség semmi fantáziára. Az éjszakai látogató alakját nem kellett lehuny szemekkel külön elképzelni. Az éjszakai látogató ott állt a küszöbön. Egyik kezével az ajtó kilincsét fogta, másik markában egy fél méter hosszúságú feszítő vasat szorongatott. Baptist Dermet csak a hatalmas alak körvonalait látta. Kiáltani akart, de egyetlen hangot sem volt képes kipréselni a torkán. Az ágy azonban megrecsent alatta. Az éjszakai vendég gyors mozdulattal az ágy mellé ugrott. Egyik kezével lecsapott a párnák közé és baptiszt hörögve igyekezett kiszabadítani torkát a vaskapcsok közül. Szót sem, sziszekte föléje hajolva a férfi. Apró, fekete szemei szinte hangsúlyozva tárták az áldozat felé az arcvadállati vonalainak kegyetlenségét. Előreugró hatalmas állkapcsa újból megmozdult. Ne félj, nem verlek agyon, levette markát az inastorkáról. A kis szoba, úgy látszik, tudtára adta, hogy kifekszik az ágyban. Hol a gazdád? A gazdám. Nyögte rémültem baptiszt. Igen. Melyik a szobája? Mit, mit akar tőle, hörögte baptiszt, aki még mindig nem tért teljesen magához. Semmi között hozzá. Hol van? Nem, nem tudom. Hősies elszántsága, amely sohasem létezett, ebben a pillanatban egy másodpercre életre kelt. Már látta maga előtt a véres hálószobát. Nem, egyetlen szót sem fog mondani. Ekkor tíz új tapadta torkára. Tíz új, amely lassan és könnyű értéjelenül préselte össze a gégéjét. Levegőt. Beszélsz? Lihegte dühöngve a látogató. Elutazott, hörögte Baptist. Nem tudom. Segíts! Végem van. Szeme előtt kék és vörös villanások vibráltak, aztán hirtelenül elsötétedett minden mintha valahonnan váratlanul a mélységbe zuhant volna. Elájult. A férfi elengedte az élettelennek látszó testet és megvető mosolyjal nyúlt az éjjeli szekrényen álló vizes pohár felé. A tartalmát baptiszt mere varcába locsantotta. Aztán két, gyengédnek látszó, de jókora pofont kent le baptiszt képére, aki felnyitotta szemét. Figyelj ide, mondotta fenyegető hangon a látogató. Én utálom a sok dumát. Nekem egy kis dolgom van a kedves gazdáddal, amit még ma éjszaka elintézek. Ne is akarj nagyon lebeszélni. Meglehetősen makacs fiú vagyok, és nem idegenkedem attól, hogy puhára verjem a koponyáját annak, aki az utamba áll, felemete a feszítővasat. Nagyon sajnálnám, ha az első műtétet rajtad kellene elvégeznem. Megértetted? Baptist csak inteni tudott. Hogy megértette. Hogy mindent alaposan megértett. Akkor gyerünk. Baptistnak már elég volt a hősiességből. Feleslegesnek tartotta meghalni gazdájáért és rácáfolva pillanatnyi ájulására, meglepő gyorsasággal ugrott ki az ágyból. Magára kapta hálóköpenyét és minden ízében remegve várta a parancsot. Megmutatod a szobát. Elindultak. Ha kiáltani mersz, suttogta háta mögött a látogató, beléd nyomom ezt a piszkavasat. Baptist, mint egy alvajáró, lépkedett előre és a legvadabb gondolatok cikáztak agyában. Kétség kívül a haláltorkában van, mert hiszen ez a briganti bármelyik pillanatban leütheti. Úristen, mi lesz a vége ennek a rettenetes éjszakának? Az ebédlőn mentek keresztül, amelynek súlyos bútordarabjai fényesen csillogtak az ablakon keresztül bevetődő holdfényben. És Baptiste ekkor még egy utolsó kísérletet tett. Tudta, hogy a bankár állandóan töltött revolvert őriz párnája alatt. És most már közvetlenül ott voltak szobájának ajtaja előtt. Ekkor az egyik szék megingott és hatalmas dördüléssel a parketra zuhant. Mindez Baptistnak csak egyetlen kézmozdulatába került. Aztán már csak egy rövid kis káromkodást hallott. A koponyája megrecsent, hasító éres fájdalom vájt agyába és mint egy zsák, bukott a földre. Az éjszakai vendég görcsösen szorította markába a nekilendült feszítővasat. Dög? Csikorogta a fogai között megvetően. Az ajtó mögül, amely előtt állott, zaj hallatszott. A férfi hirtelen hátraugrott. Közvetlenül az ajtó mellé. Ott állt a sötétben mozdulatlanul és várakozott. Második fejezet. Ez a várakozás mindössze két-három másodpercig tartott. Az ajtó kinyílt. A bankár hálószobájából kiszüremlő fényben ott sötétedett Redfield kicsing, tömzsi alakja. A bankár kezében revolvercső csillant. Ki jár itt? kérdezte harsány hangon. Ekkor vette észre a földön fekvő alaktalan tömeget, amely Baptist földi maradványait képviselte. Megdöbbenve lépett előre és a következő pillanatban egy ökölcsapás zuhant a tarkójára. Estében elejtette revolverét és a félelmetes kis fegyver nagyot koppanva esett a parketra. Ezt megkaptad, mondta a férfi vigyorogva. Belerúgott a földön fekvő bankárba. Emlékül. Megfordult és a kivilágított hálószobába akart menni. A bankár ezt a pillanatot várta. Az ütés elkábította, de mindent látott és teljesen az eszméleténél maradt. Most hirtelen feltápászkodott és a két lépésre fekvő revolver után kapott. De mindez nem elég gyorsan történt. A férfi az ajtóból ugrott vissza és belerúgva a revolverbe, felkiáltott. Micsoda? Revolver kellene neked? Nesze! Felrántotta a földről Redfieldet és pergőtűszerűen verte bele minden dühét és felháborodását a bankár arcába. Redfield néhány védekező mozdulatot tett, de a szemét elfutotta a vér, egy kis és azt jelezte, hogy az állkapcsa is eltört és a következő néhány ütés már a levegőbe csapott. Redfieldet ezúttal komolyan knokautolták. Véres szájjal, kifordult szemekkel feküdt a földön. Most már nyugodtan mehetett be a hálószobába. Villám gyorsan kutatta át a bankár ruháit, Megvizsgálta a hálószekrényen heverő pénztárcát, de, úgy látszik, nem találta meg azt, amit keresett. Felforgatta még a vánkosokat is. Úgy látszik, fel kell támasztanom ezt a bitangot, morogta dühöngve. Eszébe jutott, hogy az előbb az inasnál milyen nagyszerű hatással volt a víz. Fogta a vizes kancsót, kicipelte az ebédlőbe és egész tartalmát a bankár véres arcába öntötte. Hol van a pénzed? Rázta meg a bankárt? Nincs, nincs nálam, motyogta Redfield. Esküszöm. Ne esküdj! Fordulj fel! Válj csak disznó, csirkefogó! Majd megtanítak téged becsületre. Az utolsó szavakat szinte ordította. Még arra sem ügyelt, hogy kis pítsa a hangját. Körülnézett és tehetetlen dühében már a feszítővasat kereste. Hogy minél biztosabban szétverhesse ennek az átkozottnak koponyáját. Baptiszt ekkor tért magához. Annyi ereje még volt, hogy felemelkedjen és odavonszolja magát az ablakhoz. Az egyik állványról felkapott egy nagy vázát és belevágta az ablakba. Segítség, gyilkos üvöltötte a csörömpörő ablaküvegek közé. A bankár számára előirányzott csapás az ő fejét érte. Ez több volt annál, amit egy igavonó barom elbírhat. Baptist már azt sem látta, hogy a betörő felubrik az ablakpárkányra. Egyetlen szó nélkül csuklott össze. Harmadik fejezet A házon éles csengőberregés visított végig. A villa kapuja előtt szálas, borotvátképű rendőr állt, az egyik kezében harcra kész állapotban szorongatta gumibotját, a másik kezét viszont egyetlen pillanatra sem vette le a csengőgombjáról. Néhány pillanattal előbb elhangzott sípjelzésére két irányból is közeledett a futólépések zaja. Amikor a rémült portás megjelent, már három sisakos rendőr türelmetlenkedett a kapu előtt. Mi történt itt? Kérdezte az egyik rendőr. Ki kiabált? Nem tudom, dadogta rémülten a kapus. Magam is valami ablakcsörömpödésre ébredtem föl. Hol van a gazdája? Fenn lesz a hálószobában. Onnan hallottam a kiáltást is, jegyezte meg az előbbi rendőr. Előkerültek a revolverek, és most már négyen rohantak fel a homályos lépcsőházba. Amikor a szalon küszöbére értek, megdöbbenve torpantak vissza. A kitört ablaküveg cserepei között baptiszt hevert. Körülötte hatalmas vértócsa, amely a homlokán levő jókora sebből táplálkozott. Néhány lépéssel arrébb, a bankár hálószobájának ajtajában maga Redfield feküdt. Vele is alaposan elbántak. A rendőrőrmester először a bankárhoz hajolt, majd az inas mellén gombolta ki a hálóinget. Aztán felállt. Johnson, intett az egyik rendőrnek. Telefonáljon a központba, tegyen jelentést és kérjen sürgősen orvost. Tekintete az ablakpárkányra esett és könnyen felfedezhette két poros cipőtalp nyomát. Itt ugrott ki az emberünk, mondotta ráncba szökkent homlokkal. Fred! Szólt a másik rendőrnek, vigyázzon, nehogy eltöröljék ezeket a nyomokat. A rendőr lebámult a parkba. Jó tornász lehetett az épse, jegyezte meg elismerően. Az őrmester ez alatt megállapított mindent, amire hatásköre feljogosította. Elsősorban azt, hogy a bankár sérülései a látszat ellenére sem nagyon súlyosak. Az inasnál már nem lehetett ugyanezt állítani. Baptist lelke valahol az elíziumi mezőkön járkálhatott, és semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy engedve az élesztgetési kísérleteknek, ismét visszaköltözzön gazdája porhüvejébe. Az őrmester egyelőre nem tehetett mást, mint hogy a vérzést igyekezett elállítani. Egy távvizet hozatott be és a megnedvesített törülköző trakta ideiglenesen a koponyán tátongó hatalmas sebre. Johnson megtette a jelentést és kollégájával együtt átkutatta futtában a parkot. Megállapították, hogy az ablak alól a nyomok a szomszéd utcára nyíló kerítéshez vezetnek. Az utcán azonban már egy lelket sem lehetett látni. Hangos motorzúgás és tülkölés jelezte, hogy megérkezett a rendőri bizottság. A ház előtt már összeverődött néhány kíváncsi ember a hajnali járókelőkből, akik izgatottan szemlélték a hatalmas rendőrségi kocsit. Elsőnek meg Néri ugrott ki a kocsiból, majd egy rendőrtiszt, az orvos néhány fiatal detektív kíséretében. Megnéri neve ismert volt az újságolvasók előtt. Az alvilág minden jelentékenye balakját személyesen ismerte, és valóságos legendák fűzöttek személyéhez. Fenn az ebédlőnél feszes tisztelgéssel jelentkezett előtte az őrmester. Főfelügyelő úrnak tisztelettel jelentem, rablógyilkossági kísérlet. A tettes. Kérdezte Néri egykedvűen. Nyomtalanul eltűnt. Az áldozat? Kettő van. Eszméletlenek. Néri biccentett és belépett a szobába. Előbb azonban utat engedett az orvosnak, aki szétnyitva műszeres táskáját, kezelésbe vette az áldozatokat. Megnéri meglehetősen közömbösen nézett körül. Közömbösnek látszó pillantásait azonban nem került erre a legkisebb nyom sem. Végigment a szalonon, egy-egy pillantást vetett a felborult bútordarabokra, majd odalépett az ablakhoz és figyelmesen nézte a deszkán levő lábnyomokat. A sarokban ott hevert a revolver. Felvette és szétnyitotta. Rendes, kis fekete Browning volt és megnéri minden fejtörés nélkül megállapította, hogy a legutóbbi tisztítás után töltötték, és azóta még nem használta senki. A revolvert ledobta az asztalra, és a rendőrtiszthez fordult. A tettes ezen az ablakon keresztül távozott. Pontos lenyomatot szeretnék a lábnyomokról. All right. De itt csak kiment. Hol jött be? Talán valahol a földszinten kockáztatta meg az egyik detektív a feltevést. Ha csak létrát nem cipelt magával, mosolygott Néri. Gyerünk le a földszintre. Len végigjárták az összes szobákat. Baptist szobája közvetlenül a halból nyílt. A szoba ajtaja és egyetlen ablaka, amely a parkra nézett, tárvanyitva volt. Járt itt valaki, amióta felfedezték a merényletet. Kérdezte a kapustól. Nem hinném. Nem, senki. Bement a szobába és az ablakhoz lépett. A kapus és a fiatal tiszt az ajtóban állva figyelte a legendás hírű detektív zseni munkáját. Megnéri először a szőnyegeket vette szemügyre, majd végig tapogatta az összes bútor darabokat. Oldalzsebéből előkerült nagyítója is és centiméterről centiméterre haladva vizsgálta az ablak környékét. Itt nem talált semmit és ezt bosszúsan összeráncolt homloka is kifejezésre juttatta. Úgy látszik, az sem vigasztalta meg valami nagyon, hogy az ablakon keresztül kihajolva, a kert puha agyagföldjében megtalálta az ablakpárkányon látott lábnyomok néhány példányát. Ismét neki a munkának és még türelmesebben, de újra átvizsgálta az ablak fakeretének minden részecskéjét. Semmi elégedetlenül morgott valamit. Kiment a kertbe és onnan vette szemügyre az ablakot, de a vizsgálódás itt sem hozott semmi eredményt. Már úgy látszott, hogy baptiszt szobájának semmi része nem lesz az éjszaka dolgok felderítésében. Néri azonban mégis tovább szaglászott. Felforgatta az inas vizes ágyneműítés érezte, hogy itt csak is valami hét gazember dolgozhatott. Olyan valaki, akinek már nagy gyakorlata van a nyomok eltüntetésében. Ez alatt az orvos odafen a bankárt vette kezelés alá. Sokkal nagyobb eredménnyel, mint Baptisnál, aki még mindig nem tért magához dermetájulásából. Nos? kérdezte az orvostól a visszatérő Néri. A bankár minden nagyobb baj nélkül megúszta a dolgot. Az inasnál azonban súlyosabb az eset. Mikor lehet valamelyiküket kihallgatni? Az inast egyelőre semmi esetre sem. De Mr. Redfield néhány perc múlva magához tér. Kis, éterrel telt üvegcsét tartott a bankár orra alá, és Redfield lassan felnyitotta a szemét. Bágyattan, zavaros pillantással nézett körül a jelenlevőkön. Úgy látszik, az éjszakai támadás képe villant felelőtte, mert rémülten rándult össze az arca. El, elfogták? Kérdezte nyeszörögve. Egyelőre nem, felelte a detektív. De remélhetőleg kézre kerül. McNary-nek ekkor úgy rémlett, habár ha bár talán ostoba tévedés volt az egész, de Redfield megkönnyebbülten felsóhajtott. Százféle sóhajtás van és mindegyik magán viseli azt az érzelmet, amelynek jegyében világra jött. Néri meghökkenve nézett a bankára. Az orvos feltámasztotta Redfield vállát. Hogy érzi magát? Elég erős a kihallgatásra. Ó, nyögött fel a bankár és a fejéhez emelte kezét. Nem, most nem tudok semmit. Vegyen egy kicsit erőt magán, mondotta az orvos. A sérülései egyáltalán nem súlyosak. Redfield azonban újra lehunyta a szemét. Feje lassan előre bukott mellén. Úgy látszott, nem ura erejének. Milyen sérüléseket talált az igazgató úron? Kérdezte az orvost Néri. Néhány könnyű külső zúzódást, amelyek valami keményebb kártól származnak. Ha csak valami belső sérülése nincsen, akkor néhány nap múlva elhagyhatja az ágyat. Szóval nem lehet kihallgatni. Az önfelelősségére esetleg. Azt hiszem, főként az idegeit viselhette meg ez a támadás. Megnéri a bankár fölé hajolt. Kérem, Mr. Redfield, úgy az ön, mint a nyomozás érdekében, néhány kérdésre szeretnék választ kapni. Hagyjanak, nyögte a bankár, hagyjanak! Sajnos, kérdeznem kell. Néhány szót csak. Az inast ugyanis nem lehet kihallgatni. Kérem, látta ön a támadóját? Igen. Milyen testalkatú volt? Alacsony, sovány. Fiatal? Igen. Körülbelül hány esztendősnek tartja? 20-24. Hajára, arcára nem emlékszik? Vörös, igen, vörös haja volt. A támadás mikor történt? És hogyan? Gyanús zaj, a szalomból ki akartam menni is. És? Leütött. Az ajtóban? Igen. Nem volt valami különösebb ismertetőjele a fickónak. Mintha az orra szét lett volna alapítva. Tehát, összegezte Néri az eredményt a támadó alacsony, sovány, vöröshajú, 20-24 év körüli, laposorú fiatalember volt. Elvitt valamit? Kérdezte hirtelenül. Nem. Semmit, mondta Redfield, rövid gondolkodás után. Megnéri meglepetten nézett össze az orvossal. Biztos ebben igazgató úr? Igen. Nem tartok itthon pénzt. Benne a bankomban. Köszönöm, szólt Néri. Még egy kérdés, Mit gondol, mivel ütötték le? Az hiszem ököllel. Az arcomba vágott. Köszönöm. A rendőrtiszthez fordult. Hívassa össze a személyzetet a szalomba. Redfield megkezdte a kihallgatásokat. Senki nem tudott semmi jelentősebb dolgot mondani. A kapus ugyanúgy, mint a kertész, vagy a szakácsnő nem látott senkit. Valamennyien mélyen aludtak, és csak az ablakcsörömpölésekre, valamint a segélykiáltásra ébredtek fel. Aki mondani tudott volna valamit, az még mindig eszméletlenül hevert a kereveten. A mentőkocsi éres szirénázással fordult be a sarkon, és néhány perc múlva baptist már útban volt a városi kórház felé. A detektívek néri köré sereglettek. Egyikük tapintatlanul érdeklődött. Nos, Kit kell kiemelnünk, Mr. Néri? Egyelőre senkit? Fel és alá járkálva beszélni kezdett. Egyelőre csak annyit tudok, hogy az itt se rutinírozott gazember, akinek a fényképe valószínűleg megvan a mi gyűjteményünkben. Olyan izmai vannak, mint egy bikának. Kissé elgondolkozott. Boldog Bill? Nem, ez nem lehetséges. Pedig ez az ember képes volt ilyen dolgokra. Puszta ököllel szétverni valakinek a képét? De Bill nyolc esztendeje lakat alatt van. Az is lehet, mondta az egyik detektív, hogy valami külföldi csavargó csinálta. Akkor pedig hiába keressük az arcképét. Ez is igaz volt. Tehát egyelőre a helyzet az, hogy a tettes nincs sehol. Az asztalon hirtelen csengeni kezdett a telefon. Negyedik fejezet. Néri vette fel a kagylót. Micsoda? Őszinte meglepetéssel harsant fel hangja. Bágyadsága, mintha egy pillanat alatt eltűnt volna. Halló, igen, rögtön átadom a kagylót, kiáltotta a telefonba. Halló, rögtön magam is oda megyek. Ha előbb még valami kis gyanakvással nézte a bankár sápa tarcát, most ezt az érzését a szánalom váltotta fel. Leemelte a telefonkészüléket az asztalról és odavitte Redfieldhez. Betörtek a bankjába, mondotta. Ne izgassa fel magát. Redfield szinte éjesz nélkül kapott a kagylóhoz. Halló! Itt Redfield. Teljesen kiürítették. Lehetetlen. Egyetlen cent sem. Átkozottak. Görcsös merevséggel tapadó ujjai belekaptak a levegőbe, a készülék leesett a padlóra. Redfield ájultan dőlt hátra párnáira. Micsoda cirkusz, uramisten, mondotta Néri elképedve. Halló, kapta fel a kagylót. Itt meg Néri. Mr. Redfield, sajnos, a hír hatása alatt rosszul lett. Öt perc múlva ott leszek. Gyerünk, intett a rendőrtiszteknek. Két embert hagyjon itt. Sajnos, itt úgy sem találunk már semmit. Az orvos még ott maradt Redfield mellett, Néri pedig embereivel beugrott a rendőrségi autóba. Ki tud valamit, kérdezte útközben, erről a Redfieldről. Dús gazdag ember, mondotta a fiatal Simpson, aki az eleven Lexikon szerepét töltötte be a testületben. Leginkább dollárüzletekkel foglalkozik. Egyike ő is a konjunktúra lovagjainak, de eddig soha nem volt baja a törvényekkel. Ugyancsak hóna alá vette a szerencse, állapította meg Néri. Egyetlen éjszaka beverik a fejét és kifúrják a kasszáját. Az autó a bankház előtt állt meg. Reggeli fél kilenc volt. Tíz perccel ezelőtt nyitottak, és a sápattan remegő pénztáros még mindig a szeme elé táruló kifosztott kasszalátványának a hatása alatt állt. A Redfield bankház, habár súlyos százezreket forgatott, mégsem volt nagyobb egy jókora illatszertárnál. A helyiségnek három nagy ablaka nyílott az utcára. Az ajtó a sarkon volt. Szép munka, mondta elismerően Néri, amikor a kasszán tátongó sebet látta. Ön a pénztáros? Igen, dadogta a jól megtermett, kövér tisztviselő, aki alig tudott megállni a lábán. Értesítették a rendőrséget? Még nem. Előbb Mr. Redfieldet akartuk értesíteni, és miután önjelezte, hogy ott van, feleslegesnek tartottam. Értesítse azonnal a központot, mondta az egyik emberének Néri. A kasszafúrási szakcsoport emberei jöjjenek. A kassa felső polcai teljesen üresen tátongtak. Arról néhány zöldkötésű üzleti könyv hevert. Már az első pillantásra megállapította, hogy életének egyik legjobban elvégzett kasszafúrási esetével áll szemközt. Valóban szakszerű és becsületes munka volt. A betörő minden valószínűség szerint, mint művészetének jogos hozadékát vette magához a kasszában levő sima bankjegykötegeket. A villanyvezeték, amely a riasztó csengőhöz futott, egy helyen el volt vágva a kibontott falban. Hogy van beállítva a csengő? kérdezte a pénztárost. Már érintésre jelez? Nem tudom, mi történhetett? Biztos, hogy be volt kapcsolva az éjjel. Magam kapcsoltam be. Mint minden este zárás után. És csak reggel szoktam kikapcsolni. Hol van a kapcsoló? Két kapcsolónk van. Az egyik itt az iratszekrényben, a másik a vezérigazgató úr íróasztalában. Köszönöm. Még valamit. A bank személyzetéből kitudhatta, hogy hol szalad a falban a vezeték. Ezt még magam sem tudtam, hangzott az őszinte felelet. Ezt egyedül a vezérigazgató úr tudta. Mennyi lehet akár? Pontosan nem tudom. Át kell vizsgálnunk a könyveket. Körülbelül negyedmillió dollár. A detektív felügyelő füttyentett. Ejha, mondta elismerően. Szép kis bevétel. Biztosítva volt? Igen. Azt hiszem a teljes összegig. Mint egy végszóra megérkeztek a központ kasszafúrási csoportjának szakemberei is. Amint a vezetőjük meglátta Nérit, fanyar udvariassággal kezdett mosolyogni. Na, innen is lekéstünk, mondta ugyanolyan tónusú hangon. A kolléga úr minden babért learat elődünk. Az eset nem olyan könnyű, mondta Néri és homlokáról feje búbjára toltak alapját. Nem akart féltékenységi jeleneteket. Úgy látszik, új csillag tűnt fel a kasszafúrás egén. Hát majd meglátjuk, mondotta erre a nyílt színvallásra némi kár örömmel a felügyelő. Tehát ön nem talált semmiféle támpontot. Mint ahogy más sem fog találni, mondta Néri és nem hagyta magát kihozni sodrából. Nézze meg a kasszát, talán ismeri már valahonnan ezt a metódust. A felügyelő körül szimatolt. Aztán csendesebb hangon megjegyezte. Úgy látszik, igaza van. Új iskola, új ember. A daktiloszkópus izgatottan várta, mikor kerül rá a sor. A banknak még négy tisztviselője volt, de egyikük sem tudott a vezeték helyéről. Néri neki dőlt az egyik pultnak. Ekkor valaki félénken megérintette a vállát. Egy mosolygós képű, vidám fiatalember állt a háta mögött. Hogy nem tartozott közéjük, azt rögtön látni lehetett. A tisztviselők sem vették észre, tehát idegen. Mi tetszik? kérdezte Néri. kérem, bocsánat! Ma nem lesz hivatalos óra, mondta Néri, és az ajtó felé fordult. Hé, hey Blacksmith kiáltott az egyik rendőrnek. Mi az ördögnek enged be mindenkit? De kérem, fogta meg néri karját a fiatalember. Én nem akarok betenni vagy kivenni. Itt rablás történt. Aha, szóval újságíró. Újságíró sem vagyok. A Green Star biztosító társaság magánnyomozója vagyok. A nevem szannnő. Tobaj a Néri soha életében nem állta ki a magándetektíveket és ezért gúnyos mosolyjal mutatott szét a helyiségben. Parancsoljon kolléga úr! A kassa valamint a tetszínhelye rendelkezésére áll. Köszönöm, hajolt meg boldogan Tobaj a Ez volt az első esete és mivel tulajdonképpeni foglalkozása botanika volt, hát a sors megtette biztosító társasági nyomozónak. Iskoláinak elvégzése után, ahogy ezt már mondani szokták, szannőr állást szeretett volna kapni. Nem volt az az egzotikus növény, amelynek ne ismerte volna latin és görög nevét, tudta, hogy a Kilimanjaro oldalában milyen virágok nyílnak, de nem tudott egyetlen kertészetben sem állást kapni. Három esztendei tétovázás után egyik nagybátyja segítségével végre bekerült a Green Starhoz. Az újságok még csak néhány óra múlva kiáltják világja a rablást, de a biztosító társaság már tudott mindent. A rendőrségről a kasszafúrási csoport embere telefonon jelentette az esetet. És ide küldték kinyomozni Tobaja Sannert. Néri pár szóval udvariasan tájékoztatta a rendőrség eddigi megállapításairól, s a következő pillanatban már egy másik emberével beszélt, és a Green Star fiatal nyomozója hamarosan rájött, hogy jelenléte itt levegővel egyenlő. A kutya sem törődik vele. Így hát egyedül látott neki a munkának. A pénzszekrény, amely még a legrávaszabb detektív rókák előtt is rejtély maradt, neki sem mondott semmit. Észrevette, hogy a detektívek közül többen gúnyos mosolyjal kísérik vizsgálódását. A füle tövéig elvörösödött és már átkozta azt a pillanatot is, amikor elfoglalta új pozícióját. Hogy mégis valamit csináljon, szorgalmasan vizsgálni kezdte a kassa mellett a padlót, majd tovább haladt a falnál. A földön apró, lehullott maltertörmelékek feküdtek. Tobaja Sanner hirtelen megállt. Az egyik vakola darabkán vékony, piros vonalat vett észre, amely még két-három kis törmeléken folytatódott. Körülnézett és amikor látta, hogy senki sem figyeli, zsebébe csúsztatta a három faldarabot. Ebben a percben még semmi logikus következtetés nem jutott eszébe. Nem tudta, hogy miért veszi fel az apró törmelékeket, de felvette. Aztán zsebre dugott kézzel tovább sétált. A kasszától a helyiség belseje felé futó falat nézte. A fal több helyen lepattogott. Ott, ahol a kis törmelékeket találta, ott bontották ki a vezetéket. Nos, kolléga úr, kérdezte Néri, akibe véletlenül beleütközött. Van valami nyom? Talán, válaszolt Sanner titokzatosan mosolyogva. Gratulálok, nevetett Néri. Mi még ezt a talán sem tudtuk elérni. Sanner szerényen legyintett és a pénztárpulthoz lépett. Itt megállt és különös gonddal figyelte a detektívek munkáját, akik a fúró nagyságát igyekeztek megállapítani. Közben szórakozottan játszani kezdett a polcon fekvő ceruzákkal. Különösen a piros ceruzákat kedvelte. Néha egy-egy vonalat húzott velük az asztalon fekvő papírlapra. Aztán az igazgató irodája felé sétált. Amit most csinált, azt már mind az ösztöne diktálta. És érezte, hogy ez az ösztön nem engedi rossz útra siklani. A kis üvegfallal elkerített helyiségben elsősorban az íróasztalhoz lépett. Leült a nagy karosszékbe és kiborította maga elé a tartóból az összes ceruzákat. Nincs az az ékszerbecsűs, aki óvatosabban vette volna kezébe a kis fadarabokat, mint Tobaja szannőr a ceruzáit. És vizsgálódását siker koronázta. A hatodik írón elkopott, vörös belén ott fehér lett az áruló faltörmelék. Tehát a falon levő vonalat, amely később a földre hullott, ezzel a ceruzával húzták. Ezzel a ceruzával, amely az igazgató íróasztalán feküdt. Ezzel a ceruzával jelölték meg a véscsengő helyét. A kis ceruza véget óvatosan becsomagolta egy darab sejempapírba. papírba. Aztán a pénztároshoz lépett. Néhány kérdést szeretnék intézni önhöz. Tessék parancsolni, mondta a pénztáros. Az ő szemében mindenki detektív volt és örült, ha beszélhetett. Ugyebár, kérdezte kissé zavartan szannőr, mert észrevette, hogy Néri bölcsmosolyjal figyeli beszédüket, ugyebár ön szokta lezárni a kasszát. Igen. Mindig. Természetesen. Szóval tegnap is. Úgy van. Mennyi készpénz volt este a kasszában? Körülbelül negyedmillió dollár. Ki volt itt, amikor lezárta a kasszát? Mr. Shirley, az egyik legrégibb tisztviselőnk, akivel együtt szoktunk hazamenni. A kulcsokat magammal viszem. Az altisztek, akik lezárták kívül a redőnyöket, már előbb hazamentek. Szóval Mr. Shirley is látta, amikor bekapcsolta a vészcsengőt. Nem. Ő előre ment, és én hátra maradtam. Ez mindig így történt. Kinek van még kulcsa a hátsó kijárathoz? Csak a vezérigazgató úrnak. A kasszához is? Természetesen. Tehát a kasszát ő egyedül is ki tudja nyitni? Igen. De bocsánatot kérek, ez a kérdés olyan, hogy, hogy is fejezzem ki magam, furcsa. Elvégre is az igazgató úr mindig az én jelenlétemben nyitotta fel eddig a kasszát. Mindig az én jelenlétemben és sohasem egyedül. Este, zárás előtt pedig mindig kasszát csináltunk. Szannör udvariasan megemelte kalapját és magára hagyta a társaságot. Az ajtóban összeütközött az egyik altisztel. Álljon meg egy pillanatra, fogta meg a karját. Mondja, reggelenként ki szokott itt takarítani. Én. Az igazgató úr íróasztalát kihozza rendbe. Senki, mondta vidáman az altiszt, előre élvezve a meglepetést. Senki. Úgy bizony. Mr. Redfield valósággal babonás az ilyen dolgokban és az íróasztalához nem enged senkit sem nyúlni. Ha egyetlen papírkapocs leesik a földre, már kiabál, hogy ki csinálta. Az íróasztal nálunk szent, kérem. Köszönöm, mondotta Sannör. Ez a magáé. Egy valódi egy dolláros nyomott a meglepet altiszt tenyerébe. Ötödik fejezet. Tobajas szannőrnek megért egy dollárt a jövője, karrierje. Mert hogy a kapott felvilágosítások nagyszerű nyomot jelentettek, annak a megállapítására nem kellett detektív zseninek lenni. Egyelőre igénybe vette az összes közlekedési eszközöket és teljes gőzzel rohant a Green Star 74. Evnyúl palotája felé. Hogy ott mi történt, az maradjon titokban. De ami történt, az mint egy fél óra alatt lezajlott és Tobaja Sunner tekintélyes összegre kiállított csekkel a zsebében, lépett ki az elnök szobájából. Elsősorban természetesen a csekket váltotta be. Aztán, mint egy valódi Sherlock Holmes, taxiba vágta magát és Redfieldék palotájához hajtatott. A Green Star jelszava a gyors munka volt és Sanner úgy akarta használhatóságát bebizonyítani, hogy gyors munkát végez. A betörés éjszaka történt. A pénztáros negyed kilenckor fedezte fel. A társaság fél kilenckor már mindent tudott, és az informátor természetesen azt is bejelentette, hogy a bankár ellen éjszaka merényletet követtek el. Jelenleg délután fél három volt. a Szannőr tehát hat óra alatt valóban gyors munkát végzett. A Redfield villa elől már eltűnt a rendőr. A portás jött ki. A vezérigazgató úr nem fogad senkit, mondotta hidegen. Mondja meg, hogy a betörés ügyében jöttem. Hát, nézett rá bizonytalanul a portás, majd megpróbálom bejelenteni. Ettől a találkozástól sokat várt Szannőr. Ösztöne azt csúpta, hogy a két eset között kell lenni valamilyen összefüggésnek. De ez csak puszta feltevés volt, amelyet egyetlen érv sem támogatott. Néhány perc múlva ott állt a bepójázott fejű bankár ágya előtt. Azért ezt a véraláfutásokkal borított arcot mégsem várta. Zavartan kezdte el mondókáját. Bocsánat. Mr. Redfield valószínűleg tudomást vett arról, hogy izé a bankházat kirabolták. Redfield dühös nyögésekkel ült fel az ágyán. Azért jött ide, hogy ezt elújságolja nekem. Kérem, én a Green Star biztosító tisztviselője vagyok. Igazán meglepet minket, hogy ugyanazon az éjszaka itt is. A részvétnyilatkozatokat hagyja abba, morogta Redfield. Amint látom, ön is megsebesült. Igazán sajnálatos. Ez nem tartozik magukra. A koponyám és a villám nincs bebiztosítva. Hagyjanak békén. Már is megyek. Mr. Redfield de igazán lebecsüli képességeinket, ha ilyen mereven elzárkózik előlünk. A Green Star Menjen a pokolba! A Green Star fizet szó nélkül, ha nincs valami sötét história a dologban. Természetesen ezt nem úgy értem, dadogta most már ügyetlenül Sunnöl. Mi különben is csak azt szeretnénk, ha öntől néhány felvilágosítást lehetne kapni bizonyos dolgokra nézve. Egy-két olyan adat van ugyanis birtokunkban. Adat? Igen. Adat, amelyek alapján remélhető, hogy a tettesek rövidesen lakat alá kerülnek. Sanner úgy látta, hogy a bankár vörös és kék arca hirtelen bíbor színű hullámokba fullad. Kíváncsi vagyok azokra az adatokra, szólt. Szeretném látni az adatokat. Adat ugyanis eddig nincs és semmi sincs. A rendőrség bottal ülheti a nyomukat. A gazemberek túljárnak a mi nagyképű detektívjeink eszén. Éppen ezért mi külön nyomozhatnánk. Mi? Talán én is maga? Figyeljen ide! Még egyszer mondom, hogy ami történt, azt az én bőröm bánja. Magukra csak a bank tartozik. Most pedig menjen a pokolba. Rögtön, Mr. Redfield. Csak még annyit, hogy szerintem a két ügy között összefüggés van. Mit mond? Kérdezte a bankár meghökkenve. Azt, hogy a két ügyet nem kell egymástól szigorúan külön választani. A két dologban ugyanazok a tényezők szerepelnek. a szannőr tényezők gyűjtőnév alatt akár a holdlakókat is érthette. Arca azonban mást sejtetett. Bölcs volt és sokat mondó, mint aki előtt nincs titok. Miből gondolja ezt? Nyomok. Meg aztán az is furcsa dolog, hogy mind a két eset egyetlen éjszaka történik. Véletlennek kissé szokatlan lenne. De ismétlem, van még más néhány nyom is, amely azonban egyelőre inkább csak feltevésen alapul. A bankár torz félrehúzott szájjal nevetni kezdett. Szóval ez minden! Működik a fantáziája? Hát fogadja meg azt, amit az előbb mondtam! Hordja el magát, és ne bosszantson tovább ostobaságaival! Sannner csalódottan ballagott le a portáshoz, aki úgy látszik jó emberismerő volt, mert megjegyezte. Nem lehetett valami jó kedvében az igazgató úr. De ezt meg kell érteni. Itt majdnem megölik, a bankban kirabolják a kasszát. Éppen elég lehet egy napra. Jó, jó, mondta kissé dühösen Szannőr. Csak még nagyobb baja ne legyen az ügyből. A portás értetlenül bámult utána. Itt leégtem, állapította meg az utcán Szannő, és elkeseredetten ballagott végig a járdán. Úgy érezte azonban, hogy ezt a leégést megérdemelte elvégre is nem lehet ajtóstól rohanni a házba. De az igazgató úrnak okvetlenül van egy kis vaja fején. Ezt a vajat kell felfedezni, erre a vajra kell rávilágítani az igazság fénylő napsugaraival és akkor Tobias Sanner, azaz Mr. Tobias Sanner egy életre biztosította állását a Green star -nál. Kiért a forgalmas Michigan evnyúra a villamosok és autók lármájából, mint egy láthatatlan világítótorony magaslott ki a New York Herald egyik rikkancsának az üvöltése. Sanner kiadott öt centet és bement egy automata büfébe. A nagy munka alaposan kiéheztette. Egy csésze kávét rendelt és öt-hat szendvicset. Az újságot kitette maga elé az asztalra és falni kezdte a New Yorki riporterek hajmeresztő tudósításait, amelyeket a bankrablásról és a merényletről írtak. A cikk közepén azonban abba hagyta az olvasást. Ezer ördög kiáltott fel homlokára csapva. Az asztalon hagyott 50 centet és berepült a büfé előtt álló egyik taxiba. A városi kórházba szólt a sofőrnek. Hatodik fejezet. Redfield minden csontjában tüzelve égett a fájdalom, de azért az agya jól működött. Ó, ez az agy már sok mindent keresztül élt. Ez az agy egy szeizmográf agy volt, amely régebben előrejelezte bizonyos részvények árhullámzását, előrejelezte, hogy mikor jön valamilyen nagyszabású tőzsdei manipuláció formájában olyan földrengés, ahol az ember könnyen otthagyhatja a bőrét. Ösztön volt ez, csodálatos és nagyszerű ösztön. És Redfield most, amikor ez az ifjú kilépett az ajtón, érezte, hogy baj van. A szeizmográf vihárt jelzett. Redfield mindennek ellenére mozdulatlanul feküdt az ágyán. Ez a mozdulatlanság egy tapasztalatlan idegen előtt a teljes nyugalom látszatát keltette, pedig Ben, Ben egészen mélyen már végigrohant az idegek szikratáviróján a veszélyjele. És az alarmírozott izmok, csontok munkába léptek. Redfield lassan, kínosan felemelkedett az ágyon. Fogait csikorogva szorította össze. Fejében zúgott, karimpált a vér. Kinyújtotta a kezét és megnyomta a csengőgombját. A házmester fia jött be ilyett arccal. Egyelőre ő helyettesítette Baptisztot. Parancsol, Mr. Redfield, valamit? Nem, nem parancsolok semmit. Ide figyelj! Ó, kutyául érzem magam! Aludni akarok, érted? Igenis, Mr. Redfield. De hogy is érted? Ostobák vagytok valamennyien. Ezt a fiatalembert sem kellett volna beengednetek, aki itt volt. Azt mondta, hogy. Nem érdekel. Aludni akarok, pihenésre van szükségem. Ide a szobába nem jöhet be senki. Csak akkor, ha csöngetek. Megértetted? is. Elmehetsz. Nincs szükségem rád. Ha kell valami, csengetni fogok. A fiú ügyetlenül meghajolt és kiment. Redfield az ajtó felé figyelt. A szobának két kiárata volt. Az egyik előtt ott őrködött ez a kölyök. A másik egy kisebb szalonon keresztül kivezetett a hátsó lépcsőházba. A bankár ledobta magáról a takarót, ugyanez lett a sorsa a hatalmas vizes borogatásnak is. Az öltözködés a pokol minden kínjával fölért. Többször volt azon a ponton, hogy ájultan hanyatik vissza a párnákra, de sziszegve, sápattan küzdött minden egyes ruhadarabjával, mert érezte, hogy ettől az órától függ minden. Nem, egy Redfield nem adja fel olyan könnyen a harcot. Egy Redfield külön csávákból is kimászik. Húsz keserves perc után ott állt az egyik tükör előtt. Téli kabátjának magasra hajtotta, kalapját behúzta mélyen a szemébe és az arcából kivillanó fehér sávot is csak nem eltakarta a fekete sál. Attól félt, hogy az ajtóig sem tud elmenni. Térdei rodgyanva csuklottak össze. Lihegve, zihálva támaszkodott neki a falnak. Aztán újra megpróbálta. Valahogy átjutott a sötét kis szalomba. Amikor a melléklépcső vaskorlátjához ért, már nem érezte ropogni a bordáit. Az éles fájdalom, amely minden lépésnél agyáig hasított, zsibongó tompa érzésé vált. 21 lépcső vezetett le a földszintre. Itt megállt és kicsit pihent. Nem sokat, mert hiszen most az élete függött ettől. Hát ha megelőzi őt ez az átkozott kölyök. Ez a biztosítási ügynök, aki nélkül, ha repett bordákkal is, de megúszta volna valahogy az ügyet. A hátsó lépcső a kertre nyílott. 6-8 méteres, sárga homokkal behintett út vezetett itt a kis kertkapuig. A kertész ilyenkor ben motoszkál az üvegházban, vagy talán a szakácsnéval együtt erről a cudar históriáról vitatkozik. Tudta, hogy nem nagyon találkozhat senkivel, de azért még ezt a nyolc méteres utat is riadt rettegéssel tette meg. Végre kín volt az utcán. Itt már a fal mellett elvánszorgott valahogy a legközelebbi sarokig. Egy taxi hamarosan észrevette a fekete kabátos, csak nem merett alakot a járda szélén. Redfield ott állt az egyik gázlámpa alatt, és amikor a kocsi hozzá kanyarodott, erőtlenül mászott be az ülésre. A 76-os a véra, nyöszörögte. 46-os és 112-es sarok. Rendben, biccentett a sofőr. A vendég igen rossz színben volt, de nem sokat törődött ezzel, hanem rákapcsolta megengedetnél valamivel nagyobb sebességre. Lehetőleg éljen még, amire odaérnek, mert egy hullával mindig sok baj van és egy hullától még sohasem lehetett borravalót kapni. A kocsi végig rohant a kivilágított, fényes utcákon, de Redfield nem volt kíváncsi az autókra, az emberekre, számára most jelentéktelen tényező volt minden ember élet megnyilvánulása. Kissé oldalt dőlt az ülésen, megtapogatta hátsó nadrág zsebét és felsóhajtott. A revolvere, amelyet minden eshetőségre készen állandóan magánál hordott, most is eljött vele. New York tele van gengszterekkel, akik még fényes nappal is hajlandók a legnagyobb bitangságokra. Aztán a pénztárcáját húzta elő belső kabás zsebéből. Néhány tíz és 20 dolláros mellett 11 darab száz dolláros simult. Az ügyre hatszázat szán. Legfeljebb nyolcat. Az autó fékei csikorogva sikoltottak fel. Nem, még nem voltak ott, csupán a közlekedési rendőr karja emelkedett tilosra. De két perc múlva mégis helyben álltak a 76. AV sarkán. Kifizette a sofőrt és megvárta, míg elmegy a kocsi. A 76. AV-nak ez a része nem volt valami fényes látvány. A sötét utcában néhány gázlámpa szórt a gyér fényét kétségbe esett igyekezettel, és a házak előtt már kindűzölöttek a reggelre előkészített szemetes kosarak. Redfield lépésről lépésre haladt előre, és amikor az egyik ház elé ért, izgatottan mázolta el a verejtéket homlokán. A piszkos kapuajból egy ajtó sötét lett. Redfield lenyomta a kilincset. Az ajtó kinyílt. A konyhában egy öreg ült az asztal mellett. A lámpa megvilágította ráncos, kiaszott arcát és ilyet két szemét. Redfield nem kopogott, nem szólt egy szót sem, csak bejött és lassan megfordulva, betette maga után az ajtót. Mi tetszik? Kérdezte dadogva az öreg asszony. Kit keres? Bessivel akarok beszélni, intett Redfield. Bessi kisasszony most alszik. Ne jártasd a szád! Keltsd fel! Ó, topogott rémülten az öreg asszony. Nem is tudom, hogy kicsoda maga. Miért takarja úgy el az arcát? Átkozott banya, sziszegte Redfield a fájdalomtól. Mit akadályozza ez őt a dolgában? Előre lépett az ajtó felé, de az öreg asszony fürgébb volt és már is eltűnt a szobában. Belülről néhány szó hallatszott a banya kijött. Aludt, mondotta. Délben jött haza. Lenyúzzák a férfiak. Redfield félretolta az útból és megállt a küszöbön. A kis, ízléstelenül berendezett szobában egy szélesebb kerevet húzódott végig a fal mellett. A kereveten egy nő feküdt, borzas, vörös haja széthúlt a fehér párnán. Az arca gyűrötten sárga és két szeme alatt sötét árok borong. Ki maga? Nézett ilyetten a férfira. Redfield levette a kalapját. Aztán a sáját. Mr. Redfield budjant ki a lány száján a rémület. Tágra szemekkel bámult a férfi befáslizott fejére. Én vagyok, mondotta Redfield. Aztán lassan leült a kerevet szélére. Mi történt magával? Suttogta a lány. Elgázolta a villamos? Hasonló. Mi történt? Most nincs idő arra, hogy mindent elmeséljek. Alig tudok mozdulni. Okvetlenül beszélnem kell veled. A lány lelökte magáról a takarót. Nem volt más rajta, mint egy hosszú hálóing. Az ajtóhoz osont és hirtelen kinyitotta. Az öregasszony majdnem orra bukott. Már megint leselkedsz, Minni? Olyan furcsa ez az úr nekem. Menj le és vásárolj valamit vacsorára, mondotta a lány. Gyerünk, hányszor mondjam még? Az öregasszonyt elnyelte a föld. Még ma, mondotta Redfield a némán várakozó lánynak, még ma el kell utaznod. Hová? Akármerre. Nem akarom, hogy itt maradj. Rendőrség? Igen. Nekem nem lehet semmi bajom, mondta sápadtan a lány. Mi bajom lehet nekem? Neked nem. De én. Nem akarok sokat magyarázkodni. El kell utaznod néhány hétre. Talán nem is lesz semmi, csak nekem van olyan átkozott ijedős természetem. Ha megtudják, hogy mi többször találkoztunk, akkor téged is elővesznek. Faggatni fognak. A lány ledobta magát a kerevetre és maga alá húzta a lábait. Igazad van, mondotta. De előbb még szeretnék elintézni egy-két dolgot. Még ma jel el kell utaznod. Ismételte csökönyös lázzal Redfield. Vele akarok beszélni, suttogta a lány. Azt mondta idejön. Redfield elfelejtette minden fájdalmát, és hirtelen felugrott. Páni rettegés, félelemült ki az arcára. Mikor? Ó, nézett rá furcsán a lány, hát így állunk. Redfield csak most jött rá, hogy elárulta magát. Elárult a félelmét. Most már csak azért is itt maradok, mondta lassan a nő. Talán ő bővebben fog beszélni arról, hogy miért kell nekem ilyen hirtelenül elutaznom. Ostobar Riba sziszegte a férfi. Tévedsz. Nekem ő mindent elmondott. És azt is, hogy a móka után idejön hozzám. Nappal nem jöhet, csak este. Most várom. És ha már lefogták? Kérdezte Redfield mintha biztos lett volna abban, amit mond. A lány megingott. Nem, ez lehetetlen. Semmi sem lehetetlen. Nincs értelme az időt húzni. Adok ötszázat és elmész két hónapra Kaliforniába. Kivette a tárcáját. És leszámolta a lány elé az öt darab száz dollárost. Legyen, mondta a lány tétovázva. Ennyi pénz még sohasem volt egyszerre a markában. Aztán hirtelen valami felötlött az agyában is. De egy szót sem szólt. Lázas sietséggel dobálta be holmiait a kopott bőrönbe. Redfield izgatottan gyújtott rá egy cigarettára. A lány nemét megcáfolva, 15 perc alatt felöltözött. Néhány sort hagyok itt az öreg asszonynak, mondotta és egy levélpapírra firkált valamit. Gyerünk, gyerünk! Sürgette a férfi. A lány felkapta bőröngyét és belekarolt Redfieldbe. Redfield összeszedte magát és igyekezett lépést tartani. A saroknál taxit kaptak és rövid idő múlva kin voltak a pályaudvaron. A legközelebbi vonat tíz perc múlva indul, nyögte Redfield. Kaliforniába? Nem, ez a Niagarához megy. Az is gyönyörű hely. A vízesés. Az érító. Megveszem a jegyet is. A lány felszállt egy másodosztályú vagomba. Redfield megvárta, míg a vonat elindul. Két hónap, kiáltotta, nyolc hét. A lány intett és a kerekek elindultak. Az express gyorsuló futással szaladt ki a pályaudvar alól. Redfield egészen addig állt a pályaudvaron, míg az utolsó kocsi is eltűnt a szem elől. Úgy érezte, mintha a levegő hirtelen kitisztult volna körülötte. Nagyon gyenge volt, de a veszély elmúlt. Mintha a pályaudvar üveg hangárja alól kifutó kerekek csattogása magával vitte volna a folytogató szorongást is. Az idő gyorsan szaladt. Most már csak az a fontos, hogy idejében hazaérjen. A fiú ott állt az ajtó előtt, be senki sem nyithatott. Amilyen gyorsan csak tudott, megindult a kiárat felé. Hetedik fejezet. A városi kórház fehér, különös szagú kórtermében viszont láthatta megnérit is Szannőr. Az inaságya körül többen álltak. Egy orvos, két ápoló és a detektívek. Szannör a legnagyobb csendben lopózott a hátuk mögé. Elég erősnek érzi magát, hogy néhány kérdésemre felelni tudjon. Kérdezte Néri az inast. Igen, most már igen, felelte Baptiszt, akinek a hangja, mintha fehér pójából szállt volna a levegőbe. Próbálja szépen elmondani, hogy mi történt magával. Baptiszt teste megfeszült egy másodperce. Fel akart emelkedni, de az ápoló gyengéden visszanyomta. Felnyitott a szemét és nérire nézett. Leütött. Egy vasrúddal. Hol? Fenn, de előbb. Előbb? Meg akart folytani. Kezeit a torkomra. Nem bírtam. Óriási, kétméteres alak. Óriás? Igen. És? Folytogatott, elágyultam, fellocsolt. Pihenjen egy kicsit, mondotta Néri. Gondolkozzon. Nem, beszélni akarok. Mi történt aztán? Kényszerített, hogy megmutassam neki. Mr. Redfield szobáját. Muszáj volt. Hátam mögött jött a vasrúddal. De én zselt akartam adni. Felrúgtam. Egy széket. Az izgalom végigfutott két szemén. Ekkor ütött le. Többet nem tud? De. Amikor magamhoz tértem néhány perc múlva, láttam, hogy a férfi bemegy a hálószobába. Mr. Redfield már a földön hevert. Ben kiforgatta a zsebeit Mr. Redfieldnek ekkor? Ekkor? Mr. Redfield magához tért, a revolvere után nyúlt. Ő észrevette, birkóztak. Én az ablakhoz betörtem, segítség. Ekkor újra leütött. Figyeljen rám, mondta Néri. Szóval hatalmas termetű ember volt. Biztos ez? Baptiszt határozottan bólintott. Az arcára nem emlékszik. Valami jel? Forradás? Vagy az orrának különösebb formája lett volna? Nem. Durva, vad, szögletes arc. Az álla előre ugrott. Az orra rendes. És teljesen kopasz volt. Mint aki most jön a fegyházból. Megnéri hátra fordult. Nem értem. A bankár alacsony, 20-24 éves sovány, vöröshajú fickóról beszélt. Nem volt vörös haja. Nem, egész biztosan teljesen kopasz volt. Talán ketten voltak, kockáztatta meg a feltevést a rendőrtiszt. Kizárt dolog. Láttam, hogy ugyanaz az alak birkózik a gazdámmal. Köszönöm, szólt Néri baptiszthoz. Gonterhelt arccal állt fel az ágy széléről. rögtön szannőrre tévedt. Mi az, ide is eljött? Ahogy látja, Mr. Néri. Végighallgatta a kihallgatást. Úgy van. Elég zavaros ez az egész disznóság. Mi? Ahogy vesszük, vonta feltitokzatosan szemöldökét Sannör. Szerintem az inas vallomása sok mindenre fényt derített. Fényt? Mi az ördög? Hol itt a fény? Milyen a tettes? Magas vagy alacsony. Kopasz vagy vörös Ez a fény magánál. Az urak jegyezte meg szannő szerényen, de azért kissé szemtelenül, szerintem téves nyomon haladnak. Nagyszerű. Maga ezt megállapította, mi? Gondolom. Hát nem nagyon érdekel, amit gondol, mondotta Néri dühösen. Egyáltalán nem érdekel. Sannor, a biztosítótársaság Sherlock Holmesa a többi detektívtől is kapott még egy kétlenéző pillantást. De ez már nem zavarta. Nagyszerű, morogta lángoló arccal a kórház folyosóján, nagyszerű. Már előre látta arcképét az összes napilapokban. Nyolcadik fejezet. Aki ilyen életveszélyes pályára lép, egyetlen pillanatig sem élhet revolver nélkül. Sunner is betért az egyik fegyverkereskedésbe és kiválasztott egy megbízható, komoly külsejű revolvert. A fegyverkereskedő, aki rendkívül szimpatikus és udvarias úriembernek látszott, levezette az üzlethelyiség alatt levő betonterembe, ahol Sunner nyugodtan elpufogtathatott hat dobozt töltényt egy próbabábura. Ez a céllövészeti gyakorlat belekerült néhány dollárjába, de az a nyugodt érzés is sokat számított, ami eltöltötte, amikor a revolverrel a zsebében kilépett az üzletből. Az utcán csak rövid ideig tétovázott. Aztán elindult gyalogva Redfield villa felé. Nem sietett, ráért addig, míg a nap teljesen lenyugszik a Hudson felhőkarcolók mögött. Lassan sétált, bámulta a kirakatokat és visszafordult egy-egy csinosabb nő után. Az élet határozottan szép, állapította meg ebben a pillanatban. Az utcákon kigyúltak a hatalmas ívlámpák és felragyogtak a kirakatok is. Hét óra volt. Sanner letért a Manhattan avéről és befordult az egyik kis utcába. Mire a Redfield villához kiért, már teljesen besötétedett. A lefüggönyözött ablakok mögül az élet legkisebb jeresem szűrődött ki az utcára. Sanner tehát elérkezettnek látta az időt arra, hogy ne kilásson munkájának. Meglehetősen gyakorlatlanul, de mégis átvergődött a kerítésen és megállt a kertet körülvevő sűrű bokrok között. Mint egy 20-30 lépésnyire feküdt innen baptiszt szobájának az ablaka. Az újságok részletesen megírták, hogy a vallomások szerint a merénylő itt jutott be a villába és az egyik magas földszinten levő ablakból leugorva távozott. Sanner, mint valami gyanakvó vizslaosont az ablak alá és sokáig vizsgálta a talajt. Aztán szemmértékkel kiszámította a legrövidebb utat, amely innen a kerítésig vezetett. Ezen az úton újra elindult a bokrok közé. Lehet, hogy azt a bizonyos elvesztett gombot kereste, amely régen minden betörő ruhájára rosszul volt felvarva és véletlenül ott maradt a helyszínen. Lehet. Sunner hitt a csodákban is. A fű mindenütt le volt taposva és néhány helyen már kisebb halomba gyűltek a hervadó farevelek. Előrehajolt és kezével beletúrt az egyik gyanúsan domborodó kis kupakba. Az ujjai valami bőrszerű anyagban akadtak meg. Lázas izgalommal dobálta szét a kis kupacot és a következő pillanatban már a szeme előtt is volt a kis bőrtáska. A formája ugyanolyan, mint ami a mozdonyvezetők a szolgálatból viszik haza holmiaikat. Csak hogy ez a táska sokkal súlyosabb volt. Sanner rövid erőlködés után rájött a zárnyitjára és felkattintotta. Majdnem hanyat vágódott a meglepetéstől. Furcsa, komoly kis fúrógép, reszelők hevertek a táska mélyén. Ebben a percben, mintha megzörrent volna Sanner mögött a bokor. Villám gyorsan csukta össze a táskát és hátrafordult. Egy ilyet kisgyerek állott előtte. Mit keres itt a bőá, bácsi? Kérdezte rémülten. Én? Nevetett fel Sanner megkönnyebbülve. Azt nem árulom el. Előbb mond mondd meg, hogy ki fia vagy. A kertészé. Itt lakunk mi is a villában hátul, mutatott a gyerek az út felé. És a bácsi kicsoda? Én látogatóba jöttem! Biztosan rabló a bácsi! Azt már nem! Ide figyelj! Én detektív vagyok! És most keresem annak a rablónak a nyomát, aki az éjszakait járt. Azért jöttem ide sötétben, hogy hát ha ő is visszajön. És te mit keresel itt? Csabdát állítottam a nyulaknak. Mondta komolyan a kisgyerek és egy lécekből összeeszkábált kis készülékre mutatott, amely a bokor aljában feküdt. Gondoltam, hogy megnézem, még mielőtt lefekszem, van-e benne nyúl. Kiszöktem a szobából. Hát nyúl még nincsen. Menj szépen aludni. A bácsi itt marad. Nem, én is megyek. Jó éjszakát! A kicsi szaladva tűnt el a kerti úton, és Sannőr kezében a táskával megtette azt az utat, amelyen már előbb odament. Fél óra múlva a Green Star elnökének az íróasztalára borította ki a tartalmát. Ehhez gratulálok, fiatalember, mondotta az elnök meglepetten. Most még csak a tettes hiányzik. Ha az ösztönöm továbbra sem hagy cserben, akkor azt hiszem, hogy az ügyet még a mai napon befejezzük jelentette ki Sanner önérzetesen. Én eddig is lépésről lépésre mentem. Először megállapítottam, hogy a falra húzott vörös ceruzaja csak az igazgató kezétől származhatott. Ő adta valakinek a tudomására, hogy a titkos vezeték csengőjét itt kell keresni. Ezután csak homályosan mertem arra gondolni, hogy a betörés és az éjszakai támadás között összefüggés van. Ezt a homályos feltevést fényesen igazolják ezek a szerszámok. Hogy kerülnek a kasszafúrónak a szerszámai a Redfield villa kertjébe? Nos? Kérdezte az elnök. Hogyan? Ezt még magam sem tudom, mondotta Sannör. De erre a legilletékesebb ember fog nekünk válaszolni. Kicsoda? Maga a tettes. Ezek a szerszámok egy vagyomba kerülnek. Én feltételezem azt, hogy az illető még az éjjel visszamegy szerszámaiért. Merész feltevés. Reméljük, hogy beválik. Minden esetre értesítem a rendőrséget. Sanner felvette a kajdlót. Halló, itt Sanner, a Green Star-tól. Kérem meg Néri felügyelő urat. Halló, Mr. Néri? Igen, jól hallotta. Itt Tobajasszannől. Csak azt akarom mondani, hogy küldjön ki ide hozzánk 6-8 megbízható, ügyes embert. Hogy minek? Legyen nyugodt, nem diszkíséretet akarok. A Redfield ügyről van szó. A munka nehezebbik részét már elvégeztem, és csak az utolsó simítások végett. Szóval jön? Nyolc emberrel. A telefonból valami recsegő káromkodásféle hallatszott. Sunner mosolygott és fejébe csapta a kalapját. Soha ilyen megelégedett nem volt magával. Kilencedik fejezet Este tíz óra volt, amikor megnéri végleg meggyőződött arról, hogy Sunnernek igaza van. A remekbe készült kis villamos fúrógépet elvitték a bankba. A fúrók pontosan beleillettek a nyílásokba. Néri ugyan ordítozott, hogy a gépet nem kellett volna az elnöknek és Sannernek összebabrálni, mert hátha új lenyomatok voltak rajta. Aztán beleegyezett abba, hogy megkíséreljék az éjszakai lesállást. Miután emberben nem volt hiány, fél tizenegy után néhány perccel húsz ember vette körül a Redfield villa parkját. Beálltak, besimultak a kapuajakba és türelmesen várakoztak. Na, mormogta dühösen Néri, az ágyban jobban érezném magam. Türelem, suttogta szannőr. Ez a Raskolnikov elmélet. Micsoda? A tettes a tett helyére, mert részben a lelki ismerete, de talán inkább a drága szerszámok nyugtalanítják. Bolondság! Ekkor egy férfi alakja tűnt fel az utca sarkon. Kín az utcán tíz szempár szegeződött rá. A másik tíz ember a kertben helyezkedett el. A férfi nyugodt lépésekkel ment végig a járdán. A villa kerítéséhez érve megállt. Cigarettára gyújtott. Úgy látszik, a cigaretta gyújtás ürügye alatt vette szemügyre a terepet. Nem vett észre semmit. A következő pillanatban már át is vetette magát a kerítésen. Még le sem zuhant a másik oldalon, amikor felvijogott megnéri sípjelzése. Egyszerre tízen rohantak rá a vadó rukkapálódzó férfira. Néhány pillanat múlva Néri előtt állt a várva várt vendég. Magas, csak nem két méteres alak, durva állati vonások, kopasz fej. Lihegve köpte a rendőrök felé a szavakat. Mit akarnak tőlem? Nem csináltam semmit. Ennyi, Jimmy, mondotta meglepetten Néri. Mintha kissé leszoktál volna az őszinteségről. Hiszen mi régi ismerősök vagyunk. A táskát Sanner tartotta a kezében. Néri szétnyitotta. Emlékszel ezekre a családi ékszerekre? Semmi közöm. Na, na. Ha semmi között hozzá, akkor miért viseled annyira a szíveden a sorsát? képes vagy éjszaka kerítéseken ugrálni érte. Hagyjanak békén. Úgy látom, udvariatlan is vagy, mondta Néri. Na, most majd talán felez, ha kérdeznek. Mr. Sunner, magáé a szó. Sunner az óriás elé lépett. Nézze, mondotta egyszerűen, nincs értelme a tagadásnak. Vallja be, hogy Redfield biztatta fel magát a bankrablásra. Néri majdnem hanyat vágódott, amikor a kérdést meghallotta. Micsoda? Fordult Sumner felé. Mindjárt kiderül. Sunner hangja magabiztosan csengett. Míg megnéri, egyre nagyobb meglepetéssel hallgatta a Green Star amatőrjének a szavait. A híres Big Jimmy arcvonásai keserűen ugrottak össze. Sanner csendesen sorakoztatta felérveit, majd amikor már mindent elmondott, még hozzátette. Ha akarja, bevihetjük a kórházba és ott találkozni fog az inasszal, akit olyan csúnyán elintézett. All right, mondta Jimmy, mindent elmondok. Kezdheti, szólt rá Néri. Hagyjanak gondolkozni. Beültek a nagy rendőrségi autóba, és Big Jimmynek volt ideje az úton mindent alaposan átgondolni. Ezúttal nem ravasz kibúvókon törte a fejét. Az eseményeket igyekezett sorjába szedni. Egészen attól az átkozott pillanattól kezdve, amikor Redfield kinna bóvri egyik csapszékében, a vörös kutyában felkereste. El fog mondani mindent. De azért arra mégsem gondolt, hogy 24 óra leforgása alatt lefogják. Ez egy kicsit dübe hozta, pedig tulajdonképpen nem is nagyon bánta az egészet. Az autó megállt a kerületi parancsnokság épülete előtt, és Big Jimmy keserni és mosolyjal lépett be az épületbe. Tizedik fejezet Uraim, kezdte elbeszélését, mindezt egyetlen szenvedélyemnek köszönhetem. Szeretem a nőket. Mit tagadjam, a nők is engem. Elvégre nem vagyok valami törpe, vagy mi az ördög? Egy szóval a szőke Bessi azt mondotta, hogy menjek el a vörös kutyába. Itt fog várni rám, ha kell három napon keresztül. Miután egy hölgyet udvariatlanság lenne három napig várakoztatni, én már az első este ott ültem az egyik sarokasztalnál, megrendeltem a viszkimet és bámészkodtam. Úgy éjféltájban nyílik az ajtó, és megjelenik Besszi. De nem egyedül. Egy kövér, fekete ruhás férfi volt vele. Mi az ördög? Gondoltam. Tanút hozol a rendezvúra. Besszi odajön az asztalomhoz, és így szól. Engedd meg, drágám, hogy Mister. Mister Izét bemutassam neked. Miután úriember vagyok, kezet adtam. Leültek. Mr. Izé, mondtam én. Mit óhajt tőlem? A pasas olyan ilyet óvatossággal nézett körül, hogy rögtön észrevettem az arcán valami gyanúsat. Ahogy leült az asztal mellé és ahogy vörösen dadogva, belekezdett mondani valóiba, már láttam, hogy itt valami link dologról lesz szó. Egy megbízható emberre lenne szükségem, mondotta. Akkor jó helyre jött, feleltem. A hölgy ajánlotta magát, mutatott zavartan Bessire. És én úgy gondoltam, hogy megbeszélhetnénk a dolgot. Kerülgette az ügyet, mint a macska forrókását. Nem valami nagy bizalommal néztem az arcába. Nézze, Mr. Izé, a nevét nem tudom, de ez nem baj. Nyögje már ki, hogy miről van szó. Kit kell agyonverni? Ügyetlenül elnevette magát. Nem, azért ilyen súlyos dologra nem gondoltam. Hát? Magának, amint hallottam, van egy kis gyakorlata a kasszák körül. Hogy úgy mondjam, ismeri a kasszákat. Szóval kasszafúrás. Olyasmi. Előre hajoltam és belevigyorogtam az arcába. Szóval velem akarná kikapartatni a parásból a forró gesztenyét. Mi? Ne légy olyan mogorva, édesem, szólt közbe Bessi, üzletről van szó. Úgy van, üzletről, szólalt meg a pari is, mégpedig egy olyan üzletről, amelyen minden kockáztatás nélkül 5000 dollárt kereshet. Hát erre aztán magam is kíváncsi lettem. Miről van szó? Egy bankban a kasszát kell megfúrni. És ez az az üzlet magának, ahol nincs semmi kockázat. Úgy van. A bank az enyém. Szabadna a becses nevét, Mr. Mr. Izé. Pillanatig gondolkozott. Redfield vagyok. A nevét nem ismertem, pedig én minden jóra való bankot ismerek. Valami kisebb firma. Nem baj. A dolog kezdett érdekelni. Egyszerű biztosítás is volt szó. Néhány kétségbe esett mondat után végre kinyögte, hogy az utóbbi időben csúnyán ráfizetett az üzleteire és nem tudja visszaadni a betevők pénzét. Egyedül egy ilyen látszatbetörés mentené meg. A biztosító aztán kifizeti neki a negyedmillió dollárt és minden rendbe jön. Szinte könyörgött, hogy vállaljam el. Az ötezer dollárt magától megduplázta. Belementem. Néhány hónap óta bolondul becsületesen éltem, és a drága ékszereim majdnem berosdásodtak. Rendben van, mondtam. Hol a guba? A tízezer dollár. Benne lesz a kasszában, felelte Redfield. A kasszában? Igen. Ne haragudjon, ez nem bizalmatlanság, de az üzleti életben biztosítani kell magunkat. A pénze a kasszában lesz, és egész nyugodtan elviheti magával. A hátsó bejárat kulcsát megkapja, ezen kívül piros ceruzával megjelöltem azt a pontot is, ahol a vészcsengő vezetékét elintézheti. Jimmy egy kis szünetet tartott. Ránézve most következett az elbeszélés legkellemetlenebb része. Belementem a dologba. Minden úgy sikerült, mint a karikacsapás. A vezetéket elvágtam és neki a kasszának. Úgy dolgoztam, mint hatig a barom. Ilyen könnyű keresetre még sohasem tudtam szert tenni. Egy cent sem volt a zsebemben. A fúrók mind nagyszerűen működtek és két órai verejtékes munka után végre sikerült. A pénz? Kérdezte mosolyogva szannőr. Nem volt ott, felelte átkozódva Jimmy. Üres volt az egész kassa, akár a zsebem. Becsapott az átkozott gazember. Nem is tudtam, hogy mit csináljak dühömben. Berohantam egy utcai telefonfülkébe és megnéztem a könyvben, hogy hol lakik ez a gazember. Aztán honom alatt a szerszámos táskával nekiindultam, hogy még az éjszaka beszéljek vele. Ez alaposan sikerült, mondotta csendesen Néri. Nem tehetek róla. Ha az inas nem viselkedik olyan hülyén, akkor Redfield megkapja a maga adagját, és más baj nincsen. Minden esetre egyetlen fogát sem akartam meghagyni. De az inas feldöntötte a széket, beverte az ablakot. Ez volt minden. Tudom, hogy ülni fogok, de nem egyedül. Mr. Redfield-el. Nem vagyok valami érzékeny fiú, de felháborított az a szemtelenség, hogy a gazember revolverrel a kezében fogadott. Miért hagyta a szerszámjait a kertben? Kérdezte Sannor. Mert átkozott pehem volt. Mielőtt ugyanis bemásztam volna az inas ablakán, csak egy feszítővasat vettem ki a táskából. Erre a munkára az is tökéletesen elég volt. Úgy gondoltam, hogy bennyugodtan elintézem a pasast, aztán visszamegyek a szerszámaimért. De a lárma miatt az ablakból kellett leugranom és a sötétben nemigen keresgélhettem, hogy melyik is az inas ablaka, amelytől néhány lépésnyi távolságban a bokrok között van a táskám. Sietve lóbnom kellett, mert az inas segítségért üvöltött. Egyelőre elég, intett megelégedetten megnéri. Most még az igazgató úrral lesz egy kis dolgunk. Szemébe mondod mindezt. Szeretném öklömmel a képébe verni a vallomásomat. Ó, csapott homlokára a nagy Jimmy. Majd nem elfelejtettem valamit. Ez a gazember ma este kin volt beszínélés. Megőrültél? Kérdezte Néri. Hiszen félholtan fekszik otthon. Félholtan is eljött. És sejthetett valamit, mert a lányt rá akarta venni, hogy utazzon el. Beszi a vonatról jött vissza hozzám. Meghúzta a vészféket. Gondolta, hogy a bitang valami disznóságot csinálhatott velem, mert halálra rémült, mikor meghallotta, hogy oda készülök. Fél óra múlva megjelent a méltatlankodó Redfield is a rendőrségen. Egyenesen megnérihez vezették. Jimmy ideiglenesen a másik szobában tartózkodott. Micsoda módszer ez, rikácsolta magából kikelve Redfield, ahogy Nérit megpillantotta. A rendőrség tehetetlen dühében most már a káros útat állítja elő. De kedves Mr. Redfield, csupán néhány kérdésünk lenne. Ezért rángat ki az ágyból, ezért hozat ide. Igen. Szeretnénk tudni, hogy hol volt tegnap éjjel. Hol? Kérem, egy kicsit szórakoztam. Azt hiszem, a Piccadilly bárban, majd. Majd a vörös macskában, nézett rá Vörös macska. Úgy van, a vörös macskában. De mi -e ennek az ügyhöz? Magát egy nővel látták Mr. Redfield. Egy nővel, akit szőke beszinek hívnak. Most aztán kiderült, hogy ennek a szőke beszinek van egy veszedelmes kasszafúró barátja. De kérem, kiáltotta sápadtan Redfield. Az a gyanunk, szakította félben éri, hogy miután ez nem szégyen, ön egy kicsit intim barátságban volt ezzel a hölgyikével, aki tudta, hogy ön vagyonos ember, bankja van. Egy szóval feltételezhető az, hogy ő nagysága értesítette másik udvarlóját, aki aztán csúfosan kirabolta önt. Nem? Redfield leroskodt az egyik székbe. Ez lehet, mormogta megsemmisülten. Így jön csak egy sajnálatos áldozat. Mindenkivel megeshetik ilyen dolog, mondta Redfield nagyot sóhajtva. A kisnő valóban tetszett. Nem gondoltam volna arra, hogy az ő révén kerülök ilyen kellemetlen helyzetbe. És, és van valami nyoma már a tettesnek? Elfogtuk. Micsoda? Elfogtuk. Néri intett és a szomszéd szoba ajtaja kinyílt. Üdvözlöm, Mr. Redfield, mondotta Jimmy meglehetősen sötét hangon. Redfield félig bámult rá. Jimmy felemelte két megbilincselt kezét. Ennek köszönhetette az ember, kiáltotta, hogy nem verem szét végleg a koponyádat. Ez több volt, amennyit Redfield elbírt volna. Összecsuklott és lebukott a székről. Míg a detektívek körülötte foglalatoskodtak, a nagy Jimmy megvetően dobott néhány szót feléje. Egy pohár vizet a képébe a bitangnak. 11. fejezet Tobias Sanner másnap ezer és ezer példányban láthatta viszont fényképét a lapok hasábjain. Fotóriporterek hajszolták és naponta 200 levelet kapott. A levelekben válogatott nők kérték meg a kezét, a gyárak őról akarták elnevezni az új gumihozentrágereket. Nevéből szappan és cipőpaszta márka lett. A fizetését a Green Starnál duplájára emelték. Mindez azonban semmi sem volt. Tobias Szannőr néhány hét múlva bement a kerületi parancsnokságra. Fején elegáns szalmakalap, szájában dolláros havanna. Megnérivel Nérivel akarok beszélni, mondotta az egyik rendőrnek. Néri dühösen jelent meg az ajtóban. Már idegesítette ez a nagy népszerűség. Magát jöttem meglátogatni, Néri, mondotta a szannőr és a szivart, mint egy trösztelnök, ide oda tologatta a szájában. Mi újság? Semmi, mondta mérgesen Néri. Adászolgája. Isten vele, Néri, Intet Sannör. Az előszobában legalább tízen voltak. Rendőrtisztek, detektívek vegyesen. És hogy mindenki meghallja, Sannör felemelt hangon ezt mondta. Én megyek. De ha valamilyen ügyben szüksége lenne a segítségemre, úgy csak hívjon fel egész nyugodtan. A nevetés harsány hullámokat csapva, kanyarbotta a levegőben. Sannör azonban nyugodtan hagyta el a tett színhelyét. Az áldozat ezúttal megnéri volt. Vége.